Nemes önbizalom, de nem az önhittség. Rugói lelkedet nagy célra feszítsék. Legnagyobb cél pedig itt a földi létben. Ember lenni mindig, minden körülményben. Verses köszöntőt követően Szabó Péter Paks polgármestere adta át még 2018-ban a Paks város közbiztonságáért díjat dr. Péger Jánosnak, a paksi rendőrkapitányság akkori bűnügyi osztályvezetőjének. Paksiként egy paksi városi díjat megkapni mindig különleges dolog. Kaptam már más díjat is a életem során, de ez nagyon különleges a szívemben, mert ezt tényleg a paksi közösségtől kaptam, és én ide tartozónak gondolom magam, ennek a város lakója vagyok, itt is élek, mindig is itt éltem, úgyhogy nagyon örülök neki, hogy megkaptam. A polgármester ma is aktuális köszöntő beszédében az atomerőmű kapacitás bővítésével kapcsolatos közbiztonságot is érintő kihívásokról beszélt. Városunk alapvető érdeke, hogy a ma tapasztalható biztonság és nyugalom az elkövetkezendő években is alaptapasztalatunk maradhasson. Ezért a város vezetőjeként szeretném újra megerősíteni, hogy minden lehető támogatást megadunk ahhoz, hogy Paks biztonságos és nyugodt város legyen a jövőben is. A támogatás része, hogy elismeréssel jutalmazza az önkormányzat azokat, akik sokat tesznek a település közbiztonságáért. A Paksváros közbiztonságáért díjra az idén is kiírták a javaslattételi felhívást. Díjat azok elismerésére alapították, akik sokat tesznek a település közbiztonságáért, és ezt a tevékenységüket, a munkájukat lelkiismeretesen és tartósan magas színvonalon végzik. Az elismerés átadására, odaítélésére 2 évente kerül sor. A díjra a rendőrség, a katasztrófavédelem, a terrorelhárítás, a polgári védelem, valamint a mezőőrség és a polgárőrség területén tevékenykedő személyt lehet jelölni, aki a szolgálatát Pakson látja el. Az indokolással alátámasztott javaslatokat 2022. február 23-áig írásban lehet eljuttatni dr. Blazsek Balázs címzetes följegyző úrhoz a Paksi Polgármesteri Hivatalba. A kitüntetés átadására pedig a tavasz folyamán Paksváros közbiztonságáért megrendezett kitüntetés átadó ünnepség keretében kerül majd sor. A 2006-ban alapított kitüntetést eddig 12 rendőr, illetve tűzoltó vehette át a Szent György napjához vagy Szent Flórián napjához kapcsolódó tavaszi ünnepségeken.